A napi aktuális vendége a témában Kalmár Ferenc, aki a Külügyi Bizottság tagja, egyben pedig KDNP-s országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok, kezdjük üdvözlöm! A legfrissebb adatok azok azt mutatják, hogy tavaly 9-szeresére nőtt a 2012-es adatokhoz képest a bevándorlási hivatalhoz benyújtott kérelmeknek a száma. Mi áll ennek hátterében? Hát ennek hátterében talán az áll, hogy Európa mindig is egy célállomás volt, célkontinens volt a migránsok számára, és azért ne felejtsük el, hogy mostanában már egy éve gyakorlatilag az arab tavasz elindulása óta a mediterrán térségbe, valamint most Szíriába válságövezet van. Ebből a válságövezetből nagyon sokan jönnek, hát Olaszország talán az első megcélzott ilyen Európa Uniós ország. Mindig halljuk, hogy Lampedusánál milyen tragédiák is vannak, de amit ön mond most, hát ezt az illegális menekült vonalon tudjuk, hiszen én magam szegedi képviselő vagyok, hát Szeged és környékén ugye ott van az Európa Unió egyik déli határszakasza. Ott szintén megnőtt, meg sokszorosodott az illegális bevándorlóknak a száma. Erre egyébként fel tudtak készülni a hatóságok? Mert ugye ez a számadat ez olyan magas, hogy azt mondják, hogy a bevándorlási hivatalnak lényegében fennállása óta nem volt ilyen hatalmas számadata. Hát erre felkészülni nagyon nehéz, főleg, hogy nem voltak előrejelzések. De a déli határszakaszon is azért a határőrizeti szervezetek meg a rendőrség is azért egyre inkább felkészült, de ilyen áradattal azért nem gondolt ilyen áradatra senki. Viszont hadd mondjam el önnek, hogy a múlt héten Strasbourgban voltunk, az Európa Tanácsi Magyar Delegációjának tagja vagyok, és ott volt egy olyan jelentése egy ciprusi görög képviselőasszonynak, amelynek az volt a címe, hogy migránsok haszon a befogadó társadalom számára. Van egyetlen haszon, mert most nagyon fontos, amit mond, mert általában ugye azt mondja a befogadó ország, hogy csak költünk rájuk, és csak megy el a pénz. Hát attól függ, hogy kik meg hogy. Szóval ez egy nagyon összetett kép. De ami ebbe a jelentésbe volt, néhány olyan dolog, ami megdöbbentett, és ezért is álltam ki a sajtó elé, mikor hazajöttem, valamint még ott az MT-nek elmondtam. Úgy néz ki, hogy Európának a munkaképes lakossága 2050-ig 10,5%-kal fog csökkenni. Jelenleg 9 és 10% között az Európa Unió országainak a lakossága, 9 és 10% közötti lakosság, az bevándorlókból áll. Ez azt jelenti, hogy 2050-ig, ami az előrejelzés, az, hogy Európában 40 és 60 millió közötti bevándorlót várnak Európába. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy szükség is van rájuk. Hát itt ez a dolog egy kicsit így nagyon leegyszerűsítve mondjuk azt, hogy szükség van rájuk, mert ez a jelentés is úgy végződik be, hogy igenis szükség van rájuk, hiszen hozzáadott értéket és értéket teremtenek az európai társadalom számára. Viszont én úgy gondolom, és mint kereszténydemokrata képviselő, az első gondolatom az volt, hogy ezek a migránsok igazából azt az űrt töltik be, amelyet a meg nem született európai gyerekek hagynak maguk után, hogy ha szabad így fogalmazni. Viszont őket például milyen jogok illetik meg? Tehát például, hogy ha azt vesszük, amikor ön is említette a Szeged környékét, amikor megérkezik egy migráns abba a táborba, akkor milyen körülmények fogadják ott? A táborba a körülmények azért azt kell mondjam, hogy nem rosszak, és szintén Európa Uniós elvárás és szabályzat, hogy ezeket a táborokat nem lehet csak korlátozottan őrizni. Ez azt jelenti, hogy adódnak bizony problémás esetek is, mert itt ne is közbiztonságról beszéljünk, de közegészségügyről például, hiszen volt olyan migráns, ezt a rendőrségtől tudjuk, a szegedi rendőrségtől, akinek papírja volt, hogy milyen betegségbe szenved, ez például tüdőbaj volt. Ennek ellenére ott volt, jött kezelésbe, nem is bírták részesíteni, mert egyszer csak eltűnt.
Na most ezek a táborok nem őrzött táborok, hogy hova ment onnan, azt ki tudja. Ugye határőrizet... Azt hallhattuk, hogy nagyon sok esetben van az, amikor ugye korlátozhatják egy bevándorlónak a szabadságát, a többségét azonban nem. Mikor lehet korlátozni? Azonban nem. Hát ezt most én jogilag nem tudom, hogy melyek azok az esetek, mikor korlátozni lehet a migránsnak a jogát, a bevándorlónak a jogát, főleg így, hogy ezek illegális bevándorlók, zöld határon jöttek. Nem tudom megmondani önnek, hogy pontosan jogilag ez hogy áll, viszont azt tudom, hogy sokan nem célországnak tekintik Magyarországot, de ha már átjöttek az Európa Unió déli határszakaszán, attól kezdve eltűnnek és elmennek Németországba, Angliába, vagy bárhova, Nyugat-Európába. De itt a probléma az, hogyha egy ilyen betegséget visz valaki magával, követhetetlen, hogy mi történik, és hogy hol köt ki, vagy milyen fertőzési gócot fog előidézni, és hol Európában. Azt egyébként nyomon lehet követni, hogy Magyarországon mennyi ideig tartózkodnak? Hát még azt kell mondjam, hogy korlátozottan. Mert ezek az esetek, mikor egyszerűen csak eltűnik a menekült, akkor nem tudjuk, hogy ez az országba bolyong valahol, vagy kiment Ausztria felé, vagy Szlovákia felé, vagy Szlovénia, vagy bármerre. Most már még Horvátország felé is. Tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon sok felé mehetnek, viszont ugye hát a menekültügyi státuszt ugye schengeni határ, kérelmezhetik a menekült státuszt. Schengeni határ, ahol van, ugye nincs határőrizet, attól kezdve gyakorlatilag Szegedtől egészen Írországig el lehet menni. Egyébként mennyire bonyolult ezt a menekült jogi státuszt kérelmezni, mert ugye a legtöbb esetben most itt van előttem egy statisztika, ebben azt lehet olvasni, hogy az ügyek több mint a 70%-a az egy megszüntető döntéssel zárul, mert hogy a kérelmezők még az eljárás ideje alatt elhagyják az országot. Ez miért van így? Hát azért, mert nem vagyunk célország. Nem vagyunk célország. Viszont én ezt többször is mondtam a sajtónak, hogy lehetséges, ha a gazdaság beindul, akkor lehetséges, hogy előbb-utóbb mi is célországgá válunk. Ezzel a ténnyel, ezzel a problémával szembe kell nézni. Én úgy gondolom, hogy azért nem csak Magyarország, főleg Magyarországnak is, de azért Európának vannak olyan tartalékai, amelyek kiaknázhatók volnának. Gondolok itt visszatérve a keresztény értékrendhez, ahol megbecsüljük az anyaságot, megbecsüljük a családot, elsősorban erkölcsileg, utána pedig anyagilag is, és ezzel elősegíteni az európai szülések számát. Viszont addig ugye folyamatosan jönnek a menekültek, a bevándorlók, és ön is azt mondta, hogy a meg nem született gyermekek helyett vannak ők most itt, és hogy erre a számra sem volt felkészülve már a bevándorlási hivatal. Akkor milyen intézkedéseket kellene már most foganatosítani? Hát ezt először is jól át kellene elemezni az adatokat, és elemezni a trendeket. Amint mondtam, azért is álltam elő ezekkel az információkkal, és nagyon örülök, hogy egy sajtó ezt a témát felkapta, hiszen tudatosítani kell a magyar társadalomba és a hatóságokba is, hogy esetleg milyen trendek várhatóak Magyarországon is. Ha nem is most a közeljövőben, de erre fel kell készülni. Mert itt ugye a tolerancia-intolerancia kérdése is felmerül. Ha egyre többen lesznek a bevándorlók, akkor adódhatnak szélsőséges megnyilvánulások, szélsőséges csoportosulásoknak a tevékenysége megnőhet. Ez lehetséges. De mostanáig a magyarok tudták azért kezelni ezt a helyzetet? Tudják ezt tolerálni? Én úgy gondolom, hogy a magyar társadalom tudta ezt a helyzetet kezelni. Nincs is olyan nagy létszámban ez a társadalom, ez a migráns társadalom még Magyarországon, mint például Nyugat-Európában. Ez a 40-60 millió közti szám, ami elhangzott, ez gyakorlatilag Nyugat-Európára, ha gondolunk, mert főleg az a célterület, megduplázza a jelenlegi migráns számot a lakosság körében. Most ez azt jelenti, hogy így is már volt olyan eset, hogy Brüsszelbe például metrókocsiba azt fedeztem fel, hogy ketten-hárman vagyunk úgy
úgymond európaiak. Na most ez az arány még inkább... Ez még inkább eltolódhat. Most igen, az ukrajnai belpolitikai események hatására kell-e számolnunk nekünk bevándorlási hullámmal? Még az is megtörténhet, de nem véletlen, hogy a belügyminisztérium kapott a kormánytól egy ilyen feladatot, és nem véletlen az sem, hogy a négy visegrádi ország belügyminiszterei találkoztak, és létrehoztak egy hát fajta, nevezzük ezt válságstábnak, de valami ilyen egyeztető testületet, hiszen Ukrajnában, ahogy halljuk a különböző tájékoztatásokat, a folyamatok lehetséges, hogy elszabadulnak, és nem fogják tudni a hatóságok se, sőt a politikai erők se kontrollálni, hogy mi történik az utcán, akkor viszont fel kell készülni egy lehetséges menekült hullámra is. Kalmár Ferenc, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget.